Nos, pajtások, szabad a pálya, mondjatok verset. Fejből, telefonból, papírból, bárhogyan. És minden bátor versmondó vendégünk egy kávéra. Nem lehetem egyszerre a pályás kiváltó oka, s önön hazudó cél. Amit szeretek, csak nyers nyelvtan. Jó, ha van egy medvéd, az legalább megvéd. Ne rosd el a kedvét, mert olyankor megtép. Én ezzel a titkod vagyok, és nem beszélsz majd rólam, még a legjobbaknak sem, és tudod jól, hogy mostantól csak mellettem vagy biztonságban. Én Jézusom, most is csak szánt meg őket, a gyűlölőket és a köpködőket. Most is bocsáss meg nékik, mert lehet, hogy nem tudják, tám mit cselekszenek. Sziasztok, én ezt a végzősöknek küldeném. Csokonai Vitéz Mihály a reményhez. Földiekkel játszó, égi tünemény, istenségnek látszó, csajfa, bakremény. A szobamérleg az igazi lelkitársa, mert ha ráállok, kiakadunk mindketten. Ő kétszer az elrepután jól van, szóval ebben a körben most én vesztettem. Ha mégis szépöcsém költő akarsz maradni ebben a nehéz iparban, akkor ne fáradj a színházhoz el, hanem tedd fiúba mívedet. Talán majd eljön a hálás utókkor rád, úgy hiszem, hogy ő is feledik. Ez nem az a vers, amitől felpörög a pulzus. Ez nem az a vers, amitől derossál a pulzus. Ez nem az a vers, ami a bátor kiállásra int. Ez nem az a vers, amitől erősödik a forint. Ez nem az a vers, amihez nem kell külön körítés, ez nem az a vers, amitől bedől majd a kerítés.